Az Óbudai Alternatív Közgazdasági Gimnáziumnak van egy jelmondata, és most szándékosan idézem két részben. Az első rész azt mondja, mi nem az életre készülünk. Hú, hogy, hanem élünk. Azaz éljük a 13, 14, 15 évesek többé-kevésbé normális életét, mert titokban persze azt gondoljuk, hogy ez az igazi felkészülés az életre, nem pedig az, hogy azt mondom a nyolcadikosnak, kisfiam, nem figyelsz, negyedik Béla az érettségi anyag, nem fogod tudni, stb. Ijesztgetem. Ahelyett, hogy kreatív módon néznénk szét a világban, élvezettel vennénk szemügyre a világ és az ember nyilvánvaló titkait, ahogy Goethe fejezi ki magát, mert ezek érdekesek, és a gyerekeket érdeklik. Ha nem tananyagként lép elébük, csak zárójelben mondom, amikor még Arany János életében a Toldit kötelező olvasmányát tették, Arany rémülten kiáltott fel, Úristen, magyar ember nem fogja többé élvezettel olvasni. Tehát az, hogy az iskola úgy hoz dolgokat elénk, még a legjobb dolgot is, hogy elveszi az örömet belőle. Holott a 90-es évek közepe óta, agyfiziológiai vizsgálatokból is tudjuk, hogy öröm nélkül nincs igazi tanulás, ami messze menően igazolja visszamenőleg Mérei Ferencet, a magyar pszichológia nagy öregét, aki mindig azt mondta, és ezzel őrületesen felháborította a környezetét, ahol untatnak, onnan menekülj. De tanár úr, hát hogy mondhat ilyet? Hát az élet nem kerti ünnepély, hát meg kell szokni a monotónia tűrés. Mire Mérei? Ahol untatnak, onnan menekülj. Mert vagy te még nem vagy elég érett a dologra, és hiába mondják, vagy rosszul mondják. Tehát menekülj, mert a világ nem unalmas, mert az ember nem unalmas, ergo, ahol untatnak, onnan menekülj. Sajnos az iskola betegít. Reméljük a Waldorf iskola nem betegít, bár erre is van példa biztosan, de az iskola betegít. Miért betegít? Mert nem veszi tekintetbe, hogy mikor milyen a gyerek testileg, lelkileg és szellemileg. Például, miért olyan nagy a kisgyerek feje, mikor iskolába megy viszonylag még mindig? Persze később se a feje megy össze, hanem a teste nő meg, tehát az arányok változnak. Azért olyan nagy, mert neki egy felnőtt agyveleje van. Tüdőlebenyeinek felszíne egy ötöde a felnőttének. Neki ötször olyan gyorsan kell a vérét keringéltetnie, hogy a legoxigén igényesebb szervet, az agyat kellő mennyiségű oxigénnel ellássa. Na most a rendes iskolába bejön a kisgyerek, és ülnie kell 45 percig. Mi az, hogy 45 perc? Ilyen egység nincs. Figyelmének terjedelme 6, 12, 17 perc. Jó, a zseniális tanítónéni tudja, váltogatja a tevékenységeket, de neki még rengeteg mozgás, 4 óra intenzív mozgás kéne a szabad levegőn, mozognia, futnia, ordítoznia. Kellene ehelyett leültetem 45 percre. Ez önmagában betegít. Magyar vizsgálat, a lányok mindig egészségesebbek, mint a fiúk, kivéve mikor iskolába lépnek. Az iskola az a lányok sokkal jobban alkalmazkodnak, sokkal jobbak, okosabbak, öröm velük dolgozni, a fiúk gonoszak, ostobák, agresszívek, megkeserítik a tanár életét. És a gonosz kutatók kimutatták, hogy a lányok iskolába lépéstől szignifikánsan betegebbek, mint a fiúk. Fejfájás, szédülés, gyomorfájás, hasgörcs, hányinger, hányás, szorulás, hasmenés, csupa-csupa pszichoszomatikus tünet, megbetegszenek attól, hogy jól alkalmazkodnak a mai
iskolához. Ez most minden iskolára vonatkozik. Reméljük a Waldorfra nem annyira, ahol azért van ritmikus rész, mozgás, stb. Stb. És az alternatív iskolákban általában. Mert ugye a nevelésnek az alapkérdése, hogy azt mondom-e, hogy legyél, aki vagy, és hozzá akarok segíteni, hogy kibontakoztasd magad, én nem tudom, hogy te ki vagy, de körbe raklak lehetőségekkel, művészetekkel, praktikus dolgokkal, közismereti tárgyakkal, vagy pedig azt mondom, hogy én megmondom, hogy neked kivé kell lenned, és milyenné kell lenned. De azt kell mondanom, hogy a demokráciák iskolája legalábbis afelé törekszik, hogy az individum kibontakoztassa magát. A diktatúrák, vagy féldiktatúrák, vagy autoriter rendszerek iskolája mindig arra törekszik, hogy én megmondom, hogy kivé kell lenned. Hát az ember nem nagyon szívesen általánosít, de mondjuk a Waldorf kevésbé teszi tönkre a gyerekeket, mint az egyéb iskolák, ez kétségtelen. És többet hagy meg bennük az eredeti mi voltukból. Tényleg talán mások, kicsit mások, nagyon mások, mindazok a felnőttek, akik, és akkor ezt direkt így mondom, alternatív iskolából jönnek. Az alternatív iskola gyerekközpontú, ezt még hozzá kell tennem. Tehát azt, ez a bizonyos dolog, hogy ki vagy, legyél, aki vagy, ehhez segítelek. Melyek a te szükségleteid? Melyek a te életkoronként változó szükségleteid? Milyen lény vagy te? Testileg, lelkileg, szellemileg. Most, amikor 6 éves vagy, és most, amikor 9, és 11, és 12, és 15, és 18. Mert más vagy. És én minden erőfeszítésemmel azon leszek, hogy a tananyagot és annak közvetítési módját a te általam lehetőleg megismert jelenlegi életkori szükségleteidhez igazítsam. Na most, hogy a hülyék iskolája a Waldorf, még erről egy szót, természetesen nem. Természetesen Németországban is, még a 40-es évek végén is, ha valaki Waldorf iskolát keresett, azt mondták, Waldorf iskolát keresel a gyerekednek, miért olyan nagy baj van vele? Mert persze ezekben az iskolákban özönlöttek azok, akik máshonnan kiestek. Szóval elterjedt ott is ez a hülyék iskolája, esetleg a hülye milliómosok iskolája, stb. Stb. Amikor a 70-es évek közepén egy szövetségi vizsgálaton kiderült az, hogy a waldorfosok rendre jobban érettségiznek, ezek a 12 éven át nem osztályzott, nem felvételiztetett waldorfosok, jobban érettségiznek az állami érettségin, mint a 12 éven át osztályzott és kétszer felvételiztetett gyerekek, akkor azt mondta a német Waldorf Szövetség, a Bund, hogy aki ezért hozná ide a gyerekét, ne tegye, az statisztika csak a múltat minősíti, mi nem erre törekszünk, lehet, hogy jövőre már nem így lesz. De amit mondani akartam, ekkor elkezdődött az a szöveg, hogy na persze azért ilyen jók az érettségin, mert másfél órán át felvételiztetik a gyerekeket, külön pedagógus foglalkozik velük, miközben a másik kettő a szülőkkel beszél, és összeválogatják a legjobb, legtehetségesebb gyerekeket. Tehát ez egy elitiskola. Megint hülyeség természetesen. A másfél óra alatt egyszerűen azt nézik meg, hogy iskola érette a gyerek. És hogy a szülők tudják, hogy hova hozzák a gyereket. Tehát, hogy például itt nem fog megtanulni karácsonyra írni, olvasni, sőt, esetleg első végére sem, hanem valamikor az első egy-két évben. És ezt elvállalják a szülők. Erre vonatkozik. Csak arra mondom, egyszer hülyék iskolája, aztán zsenik iskolája. Ugyanatt ez mind marhaság természetesen. A Waldorf jó esetben egy abszolút heterogén iskola. Ez reméljük, sikerül ezt megtenni,
vannak olyan kis Waldorf iskolák, akik mindenkit felvesznek már, mint ahelyett, hogy 3-5% lenne a nehéz gyerek, megnyitott súfolják az osztályukat nehéz gyerekekkel, tényleg a nehéz gyerekek iskolájává válik, ami nagyon nagy baj a nehéz gyerekeknek, nincs meg az integráció előnye, és nagyon nagy baj az egész iskolának, és a többi gyereknek is. De a nagy rendes Waldorf iskolák, ahol betartják ezt az arányt, ha egyáltalán van integráció, és ez egy további probléma, hogy van Magyarországon olyan Waldorf iskola, ahol jól lehet a Waldorf az első integráló iskolák egyike volt, nincs integráció, nincs beleírva az alapító dokumentumba, stb. Stb., de most nem mélyedek el. Szóval ezek a téves eszmék, ezek természetesen nem igazak, ezt akartam mondani, bár van ilyen alapjuk, például, amit az előbb emlegettem, kisiskola vagyok, bárkit fölveszek, nem ügyelek az egészséges arányok betartására. Tehát elég, ha a szülő azt tudja, hogy olyan iskolát keresek a gyerekemnek, ahol jól érzi magát, miközben a világgal és az ember titkaival ismerkedik. És akkor ő megtalálja magának a Waldorfot. Ennél többet nem kell tudnia. Nem kell antropozófusnak lennie. Nem kell az antropozófiát tanulmányoznia. Szó nincs róla. Ez nem világnézeti iskola, szögezi le 114-szer Rudolf Steiner rögtön az általános embertan bevezetőjében, amit előző este tartott, elmondja ezeket a szavakat. Ez nem világnézeti iskola. Ez metodikai iskola. És amikor először mutatja be Oxfordban a világnak a Waldorf pedagógiát, a híres oxfordi ciklusban, többször mondja ezt, ez nem világnézeti iskola, ez metodikai iskola. Ez konkrétan azt jelenti, hogy nem tanítok antropozófiát, nem kis antropozófus palántákat nevelek, hanem például, ha olyan gyerek jön hozzám, akinek az a, ha úgy tetszik, sorsa, karmája, ahogy akarjuk, hogy egy zseniális, materialista ateista legyen, akkor ha a Waldorf jól működik, belőle egy zseniális materialista ateistát fog csinálni, vagy engedi azzá válni, tehát még csak spiritualistává se nevelem. Nem azt mondom, hogy neked pedig azzá kell lenned, hinned kell valamiben legalább, ilyen nincs. Bontakozz ki olyan, amilyen vagy. Zárójel, ugye Rudolf Steiner zseniálisan védi meg Életutam című könyvében és a valóságban mindazokat a zseniális materialista ateistákat, a két bécsi úr az ő bécsi tartózkodása alatt, aki azt mondja, sokkal többen járultak hozzá a szellemi világ építéséhez és a világ egészségesebbé válásához, mint meg annyi hívő, hogyha belenézünk, hogy ők mit lejtsztoltak a szellemi világ szempontjából, vagy ugyanígy megvédi Haeckelt, aki monista materialistának vallotta magát, a nagy természet búvárt, aki ugye először írta le a filogenetikus jelenségeket az embrió fejlődésében, stb. És azt mondja, hogy Haeckel a legnagyobb látója a természetnek a mi korunkban. Holott az akadémiai professzorok üldözték őt, mert ugye mindenki hívő volt, rendes ember, evangélikus, katolikus, stb. Nemhogy egy ilyen átkozott, materialista, ateista, aki magát ennek vallja, Steiner őt megvédte. Tehát azt akarom csak mondani, nem világnézeti iskola. Te sem a szülőnek, sem a gyereknek nem kell antropozófusnak lenni. Akinek foglalkoznia kell a steineri embertannal, amely az antropozófiában gyökerezik, az a pedagógus. De még a pedagógusnak sem kell idézőjel antropozófusnak lenni. Persze mi az az antropozófus? Tudjuk, Steiner zseniális
antropozófische Leitsätze című kései halála előtt írt művéből. Antropozófusnak azt neveznénk, akit olyan érzés kínoz, olyan módon kínoz a kíváncsiság, a világ és az ember rejtélyeinek megismerésére, ami csak a szomjúsághoz vagy az éhséghez hasonlítható. Az antropozófus nem megmondó ember, mondja Steiner, hanem kérdező ember. Azt is nagyon elfelejtik a mai Waldorf iskolák, és a mai antropozófusok is, tegyük hozzá. Tehát az a gondolat szabadságát, a szabad gondolatot úgy értelmezik, szabad gondolni mindazt, amit mi antropozófusok helyesnek tartunk. Steiner abszolút nem erre gondolt, nem erre gondolt akkor sem, amikor a hármas tagozódásban azt mondta, hogy a szellem csak a totális szabadságban tud tevékeny lenni. Nem azt mondta, hogy abban a szabadságban, amely nyílegyenesen vezeti őt a spiritualitás felé, nem. A teljes szabadságban. A nemes szkepszisről beszél Steiner, azt mondja a meditatív módon feldolgozott embertan négy előadásában, nincs pedagógus nemes szkepszis nélkül. Ezek az úgynevezett rajongók, akikről Steiner mindig nagyon becsmérlően nyilatkozott, és legjobb esetben is teozófus rajongónak nevezte őket, ezek használhatatlanok, ha valódi dolgokról akarunk beszélni. És sajnos sokszor az antropozófiát, vagy a Waldorfot akár ilyen rajongók környezik, akik lila ködökben szállnak el. Mondok egy példát. Harmadikban, negyedikben a tanítónéni Waldorfban arról beszél, a növények, a fény, nincs növény, fény nélkül, stb. Mire felugrik Lőrinc, és azt mondja, hogy te tanítónéni kérem, hát én úgy tudom, hogy teljes sötétségben is vannak növények. Mire a tanítónéni? Úristen, kisfiam, ülj le, Lőrinc, Lőrinc, olyan jellemző rád, nem is akarom ezt meghallani, stb. Ez egy pokol. Ahelyett, hogy a tanítónéni azt mondaná, hogy tényleg? Én eddig ezt nem tudtam. Holnap tarts erről egy kis előadást. Ez volna a normális Waldorf reakció. De nem, mert mi azonnal sötétség, fény, arimán, nem tudom, mi mindenre gondolunk, ergo Lőrinczt a sátán megszállottja, hogy azt meri állítani, hogy a barlangokban vannak növények, növényszerű képződmények fény nélkül. Erről lehet beszélgetni. Tényleg növények? Nem növények? Hogy van ez? Satöbbi, satöbbi. De ez az elutasítás megdöbbentő. Ennek nem szabadna egy Waldorf iskolában előfordulnia. Ugye fontos a második részhez, a könyv első része, amely Álmok és lidércek, amely a magyarországi Waldorf iskola megalapításáról szól, és amely a Waldorf dicséretét zengi. És hogy ez milyen nagyszerű, amit változatlanul fenntartok, hiszen benne van az új könyvben is. Milyen tapasztalatokra tehetett szert az ember az elmúlt 20 évben Magyarországon, a Waldorf iskolában. Milyen olyan tapasztalatokra, amelyek szemben állnak a Waldorf alapelvekkel, és rongálják a Waldorf kompetenciáját és hitelességét. Ez a második rész ezeket veszi szemügyre, ami fájdalmas mindazoknak, nekem is, akik szeretik a Waldorfot, akik Waldorf elkötelezettek, és akik úgy látják, hogy rossz egy ilyen második részt írni,
hiszen miért nem írom bele lépésről lépésre, hogy de milyen jó Waldorf iskolák, milyen jó Waldorf tanárok is vannak Magyarországon. Ez azért nincs így benne, bár benne van a bevezetőben, az utószóban és sok más helyen, de mégis én arra vállalkoztam, hogy a veszélyekre hívjam fel ebben a figyelmet, ami a magyar Waldorf iskolákat és a Waldorf mozgalmat fenyegeti. Ha egyszer minden Waldorf és nem Waldorf kutatásból tudjuk, hogy az iskolába lépő gyerek gondolkodása nem absztrakt, hanem konkrét, akkor nem járhatunk el úgy, hogy az iskolák zöme, hogy kitesszük az A betűt. Na ez az A betű, kisfiam, ezt tanuld meg, mondd szépen A, most pedig rajzold le, figyelj, nem jól rajzolod, magasabban, mélyebben van az a vonal. Szóval így nem lehet, ez egy absztrakt forma, ennek semmi köze, mondja Rudolf Steiner, az A hanghoz. Ezt kitaláltuk, ez egy konvenció. A szellemi világ nem ír. A betű öl, a lélek pedig megelevenít, mondja Pál apostol. Tehát nem innen kéne elindulnunk. Honnan kellene elindulnunk? Miért nem onnan, mint a Waldorf, bemártjuk a rajzlapot a vízbe, nedves az egész, vastag ecsetet veszünk a kezünkbe, és nagyszerű égő színeket, és akkor pacázunk, nyomot hagyunk a papíron. Nem azt mondjuk, hogy ne pacáz, azt mondjuk pacáz. Nyomhagyás a papíron. Nem azt mondjuk, hogy ne menjen ki a kontúron, nincs is kontúr. A színek egymásba folynak. Gyönyör, öröm, művészet. Utána a gyereknek formarajzórája van. Egyenest húzok a táblára, ágikám, állj fel, szépen ki tudod így lengetni? Görbét húzok a táblára. Zsolt, ki tudod ezt így a karoddal lengetni? Igen. Na most ki is tudjátok járni? Ez nem akármi, átteszem egy másik síkba. Figyelünk, az egész test mozog. A nagy térben hozzuk létre a formát. Hullámvonalat húztam a táblára, úgyhogy az egész táblát kinyitottam, és 114-szer mentem át rajta. Még mindig nem írjuk a füzetbe, hanem most kimegyünk az udvarra, vagy kimegyünk a előcsarnokba, összefogódzik az egész osztály, és kijárja ezt a hullámvonalat. Átéli a saját cselekvésében, a saját testében, a nagy térben. Pontosan tudjuk, hogy ez a gyerek azt tanulja meg, amit tesz, amit cselekszik. Ergo a cselekvés felől indulunk. És akkor új és új hurkokat mutatunk a formarajzban. Az egyik hurkon azt mondjuk, itt van egy ilyen hurok, lejjebb húzom, még egy övet is teszek rá. Figyeljetek, gyerekek, ez az, amit a felnőttek arra használnak, hogy lerajzolják azt a hangot, amit ti a fa szó elején hallatok. Ergo, igen, ez egy konvenció. Ez nem egy öröktől fogva való valami. Vagyis mi történik? A gyerek a saját írásán tanul meg olvasni. Vagyis a cselekvésből indul, saját magából indul, úgy jut el az abstrakcióig, az olvasásig. Ez az egyedül lehetséges útvonal. Ezért a Waldorf iskola és minden alternatíva, az egyéni alternatívák is, Winkler Márta is, az írást tanítják előbb, és aztán az olvasást, nem úgy, mint a többi iskola, ki az olvasással kezdi, aztán azt írd is le. Jó, hát ezt a végtelenségig lehetne fokozni, felmehetnénk egész a 17 éves korig. Miért mesélünk az irodalomórán Parsifalról, a bolyongó balgáról, aki még nem tudja, hogy mit is keres, és nem ismeri fel, amikor megtalálja?
mert ez az életkor jellemzője. Nem az, hogy látod, te is olyan vagy, mint Parsifal. Nem, hanem csak behozzuk ezt a nagy történetet. A többit rábízzuk, és az életre bízzuk. Furuljáznak a gyerekek, zenélnek elsőtől. Magyarországon is. A magyar énekzenei általánosban, amit Kodály a mindenki iskolájának szánt, de nem az lett, az egy más kérdés. Na most beszereztük az NDK-ból a megfelelő szoprán furuját, amikor egy kicsit gazdagabbak lettünk, Japánból a műanyag szoprán furuját, ezek rendes méretű szoprán furuják voltak. Amit a kisgyerekek egy részének a keze nem ér át, nem tudja befogni a lukakat elég jól. Ezért a németek egy ötlukú furuját gyártottak külön a Waldorfnak a Koroly gyárban. Egy picikét. Mert azt átéri, és elég egyébként is megmaradni a kvintváltásban, a pentatóniában, ahogy ez Kodály ezerszer mondta, nem ugyanaz a kettő, tudom, de mégis fontos, hogy öt hang elég ebben a kis életkorban. Erre Rudolf Steiner is rájött, és Kodály is, mint zenei anyanyelvet hangsúlyozta. Na most Németországban legyártották ezeket a Koroly furujákat. Magyarországon a Pásztor síp az egy ilyen kicsi kis Koroly furuja. De senkinek nem jutott eszébe az énekzenei általános iskolában, hogy az ég szerelmére, hát ne a szoprán furuját hozzuk az NDK-ból és Japánból, hanem a Pásztor sípot csináljuk meg a gyerekeknek, mert arra akkor eléri a kezük. Jó, ezer ilyen példát tudnék mondani, hogy Magyarországon szinte adva vannak bizonyos dolgok, amikkel nem élünk, vagy nem éltünk a normál iskolában, még azokban se, amik külön oda szerettek volna figyelni a gyerekekre. A Waldorf kitalálta, hogy olyan éljen vele, és Magyarországon pedig adott volna, hogy hogyan éljünk vele. Az egyik tanács az, hogy nagy előkészítés kell, évekig tartó felkészülés, és sok család, aki ebben a felkészülésben részt vesz. Magyar tapasztalat, hogy azok az iskolák, amelyek nagy osztállyal indulnak, 30 feletti létszámmal, ezek éveken, évtizedeken át hatalmas jelentkezéssel, túljelentkezéssel küzdenek, ez megint baj, ki kéne szolgálni, új osztályokat kéne alapítaniuk, párhuzamos osztályokat kéne létrehozniuk. Tehát amelyek így indultak el, amelyek úgy indulnak el, jövőre a gyerekem iskolás lesz, én neki Waldorf iskolát akarok. Hát nem tudok sajnos több szülőt összetaborozni, mint ötöt, hetet. Jó, induljunk el. 8 gyerekkel. 2 nagyon hamar kiszáll, marad 6. Vannak ilyen iskolák. Ezek éveken át anyagi gondokkal, mert létszámhiánnyal küzdenek. Tehát ezt a dolgot nem lehet elsietni, nem szabad elsietni. Időben kell rá gondolni, és olyan szabályokat, mint például Németországban van, vagy mondják, hogy egy jól működő nagy Waldorf iskolának olyan óvodára kell épülnie, amely 3 csoportos, 3 csoport biztosít kell elegendő jelentkezőt, egy osztályra, és akkor az iskolánkban még lehet egy párhuzamos osztály, akik óvoda nélkül jönnek oda, és hogy az testvéreket is fel tudjam venni. Szóval ezekre jó előre kéne gondolni. És akkor egy akkor erős Waldorf iskolának jönnének létre a szükséges kovács műhelyjel, mert egy jó Waldorf iskolában az is van, fafaragó műhelyjel, szövő műhelyjel, stb. Stb.
Ha csak vesszük a Bibliát, és annak utolsó könyvét, az Apokalipszist, ott is azt látjuk, hogy a dolog egyre szörnyűbb lesz, miközben ott kapjuk meg azt az ígéretet is, hogy aki mindvégig kitart, az üdvözül. Tehát nem arról van szó, hogy a világ egyre jobb lesz, egyre szebb lesz. A világ egyre nagyobb nehézségekkel szembesül, miközben igyekszik vagyis végigjárni azt az emberiség utat, amiért, ha ez így igaz, a teremtés létrejött. És Petőfi zseniálisan írja, ez egyik mottójában, hogy szabadság, szerelem, e kettő kell nekem. Szerelmemért feláldozom életemet, szabadságért feláldozom szerelmemet, ha jól idézem. Gnosztikus tanításokból úgy tudjuk, és ez Rudolf Steinertől sem áll távol, hogy kozmoszunk a szabadság és a szeretet kozmosza. Ezt kell létrehoznia, ezt kell bevinnie majd egyszer az atya birodalmába, vagy Hegeli János szóval szólva a szellem birodalmába, stb. 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 Tehát ha éppen kiküzdőben vagyunk azt, szabadságot és szeretetet, egymáshoz való kapcsolódás lehetőségét, amiért kozmoszunk létrejött, ehhez feltétlenül szükségünk van, ha úgy tetszik, és itt most Steiner terminológiájában beszélek, a kísértőkre, akiken megütközünk ezekkel az erőfeszítésünkkel, és mint Steinertől tudjuk, ezek a kísértő erők vagy energiák, ezek nem rosszak. A rossz az a nem jókor fellépő és alkalmazott jó. És az ő feladatuk az, hogy olyankor is úgy lépjenek fel, ami nincs, nem a helyén való. És ezt a feladatukat próbálják betölteni minket akadályozva, és ennek tudatában kell folytatnunk harcainkat iskolától magánéletünkig.